Alapvetően nyilván a legfontosabb, ugye, amit tudni kell a nyuszikról, hogy nagyon érzékeny kis állatok. Tehát a gondozásuk sok odafigyelést igényel, főleg az etetésük, táplálásuk, ugye ez egy bizonyos fokú szakértelmet megkövetel ugye a gazditól, tehát aki nem készült fel erre, nem tájékozódott, nem tudja, hogy ez mivel jár, azt mindenképpen lebeszélném erről. Nyilván megfelelő hely is kell nekik, tehát ez mérettől is függ, ugye vannak az egészen pici törpenyuszik, de vannak ugye a nagyobb nyuszik, amik akár az 5 kilós méretet is ugye el tudják érni. Tehát ugye ezeknek a tartása azért megfelelő helyet igényel, meg hát időt is igényel mindenképpen a gazdi részéről, tehát őket rendszeresen takarítani kell, hogyha lakásba tartjuk őket, azért ugye elég kellemetlen szaguk tud lenni, hogyha nem rendszeresen takarítjuk a helyüket. De alapvetően azt emelném ki leginkább, hogy a táplálásuk az, ami egy nagyon fontos része ugye a tartásuknak. A legtöbb betegség, amivel itt találkozunk, az a nem megfelelő táplálásból adódik. Tehát a leggyakoribb hiba ugye mindenkinek a tudatában még ugye az van, hogy répát eszik ugye a nyuszi. És ugye ez sajnos egy elég súlyos hiba. Természetesen lehet neki adni, de mindig ugye azt szoktuk javasolni, hogy a táplálásnak a fő része az mindenképpen ugye valamilyen fajta komplett táp legyen. Tehát a komplett táp alatt értjük azt, hogy a különböző komponenseket ugye összegyúrják egy ilyen pici kis granulátum formába, és nem tudja kiválogatni ugye a neki éppen legjobban ízlő részeket, hanem egybe kénytelen ugye megenni. Hát kénytelen, ezt idézőjelben mondom, mert ezek nyilván jó minőségű tápok. Ezen kívül ugye a széna az, ami egy nagyon fontos része a etetésüknek, tehát sokszor szoktuk azt is mondani, hogy ezek kis lovacskák ugye nyuszik, tehát gyakorlatilag nekik folyamatosan ugye legelnünk kéne ugye a normál környezetbe, és ugye ennek megfelelően kell őket táplálni. Amit mindenképpen ugye kerülni kell, az a nagyon sok zöldség vagy netán gyümölcsnek az etetése. Vannak olyan gazdik, akik azt gondolják, hogy minél többet adnak ebből, az annál jobb ugye a nyuszinak. És alapvetően ebből származik a probléma, ugyanis ugye az ő foguk az folyamatosan nő. És ahhoz, hogy ezt tudjon kopni, ahhoz sokat kell rágni. Tehát, hogyha egy rostdús táplálékot nem adunk folyamatosan nekik, ugye főleg a szénát, akkor ugye nem kopik rendesen a fog, és ugye a fog túlnövése és az abból származó problémák tulajdonképpen a betegségeknek egy jelentős részét, tehát mondhatni azt, hogy a döntő többségét ugye ez jelenti. Rengeteg poszt kering a közösségi médiában, hogy valaki talál az erdőszélén, a tisztáson, ahol valahol egy bármilyen kis állatot legyen, például egy kis nyuszi, és hogy még véletlenül se vigyük el onnan, mert valószínűleg csak elkóborolt egy kicsit a mamája mellől. Hát semmiképpen nem javasolnám, hogy hazavigyük ugye a vadon élő nyuszikat. Egyrészt ugye komoly egészségi kockázatot is jelenthet, tehát nagyon sok olyan betegség van, amit terjesztenek, és ugye az emberre is veszélyt jelenthet. Tehát ilyen megfontolásból sem, illetve hát ugye a vadon élő nyusziknak az otthoni tartása az meg még problémásabb, tehát gyakorlatilag fogságban általában elpusztulnak elég rövid időn belül, tehát hogyha esetleg a helyzetet úgy ítéljük meg, hogy valóban nincs, tehát hogy magukra maradtak ugye ezek a kis nyuszik, akkor inkább forduljunk szakemberhez. Vannak olyan természetvédő egyesületek, akik ebbe tudnak segíteni, vagy akár vannak olyan ilyen vadállatokkal foglalkozó rendelők is, akik esetleg ebbe tudnak segíteni az ellátásukba. Tehát mindenképpen ezt javasolnám, hogy tehát semmiképpen ne vigyük haza, és otthon próbáljuk őket kezelni és tartani. De általában sajnos elég szomorú véget szokott érni. A legfontosabb, hogy mérjük fel előre, hogy mire van lehetőségünk, mennyi időnk van vele foglalkozni, és tájékozódjunk. Tehát mi is nagyon sokat tudunk segíteni ebben állatorvosok, tehát nyilván ma már ugye az interneten is ugye nagyon sok információt lehet szerezni, vannak könyvek ugye erre vonatkozóan. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a felelős gazdi az előre tájékozódik, és felméri, hogy otthon mire van lehetősége.
és ugye utána hoz egy döntést. Tehát azt mindenképpen azt gondolom, egy felnőtlen magatartásnak tartom, hogyha valaki csak azért vesz egy nyuszit, hogy most pár napig ugye a kisgyerek örüljön a nyuszinak, mert utána, hogyha nincs rá megfelelő idő foglalkozni vele, nem készültek fel rá, akkor sajnos ugye ez végzetesen szokott befejeződni, tehát a nyuszik, ahogy mondtam is az elején, nagyon érzékeny állatok, tehát nagyon oda kell figyelni az etetésükre. Vannak bizonyos fertőző betegségek is, ugye, amiket el tudnak kapni, rendszeresen el kell vinni őket védőoltásra. Ma már egyébként ezt általában a gazdik tudják is, tehát nagyon sok nyuszi gazdi jár hozzánk, és rendszeresen hozzák ugye megfelelő időközönként védőoltásra nyuszikat, különböző betegségek vannak, amiket ugye el tudnak kapni. Ezeket általában szúnyogtól kapják el, és rendszeres oltással viszont megelőzhető. Csak akkor vállalkozzunk egy nyuszinak a tartására, hogyha minden szempontból erre felkészültünk, illetve hát azt is azért figyelembe kell venni, hogy azért ez költségekkel is jár, ugye egy nyuszinak a tartása, ugye a védőoltások, vagy akár valamilyen egészségügyi probléma, megbetegedés, tehát utána is ugye ezzel kell törődni.